Köszöntöm nézőinket! Önök a D+ TV hétvégi híradóját látják, amelyben az elmúlt napok legfontosabb történéseit foglaljuk most össze. A Dunaújvárosi Bartók Kamara Színházban 2019. február 1-én debütált Charles Dickens Twist Oliverjének új színpadi adaptációja. Az elkészült musical esetében ős bemutatóról is beszélhetünk, hiszen a színház felkérésére a produkcióhoz 18 új zeneszám és dalszöveg született, valamint a szövegkönyvet is korszerű adaptáció formájában mutatták be. Az előadás alkotói mindannyian a magyar színházi és zenei élet fiatal és középgenerációs művészei. A darab szövegkönyvét a produkció rendezője és egyben a Bartók Kamara Színház igazgató helyettese Csadi Zoltán írta, aki bár már 2007 óta rendez, ez a darab élete első nagyszínpados munkája. Azt hiszem, hogy bele is nyúltam a sűrűjébe, mert hogy első nagy színpadi rendezésnek ráadásul egy zenés darabot, ami egy mindig sokkal nehezebb történet, egy ős bemutatót, 40 emberrel, 10 táncossal, 10 színésszel, 20 gyerekszereplővel, szóval azt hiszem, hogy a leglegesleg sűrűjébe sikerült belenyúlni, de és nehéz volt, és sokszor azt éreztem, hogy nem is tudom, hogy mire vállalkoztam, de így utólag visszatekintve minden egyes pillanata megért. Teljes nagyszerű volt. A 40 művészt mozgató produkcióban a Bartók Kamara Színház társulata mellett több vendégművész is szerepet kapott. Nancy Mac formálójaként például az Operettszínház kiváló művésznője, Siménfalvi Ágota látható, aki régóta vágyott rá, hogy játszhasson ebben a csodálatos musicalben. Az utolsó pillanatban jött ez a felkérés, mert hogy még eljátszhatom, és ez nagyon-nagyon nagy álmom volt. Ez egy fantasztikus drámai szerep, és azt hiszem, hogy a hangomhoz is így nagyon fog passzolni, úgyhogy nagyon erős próba folyamaton vagyunk túl. Most jön ugye a finish még, de nagyon remélem, hogy egy maradandó előadást sikerült létrehozni, mert fantasztikus a szereposztás, csodálatos a rendező, Csadi Zoltánnal már többször dolgoztam, úgyhogy én nagyon nagy várakozással vagyok, és hát nem utolsó sorban új magyar zene született, és ez az ős bemutató, ez mindig egy külön nagy kihívás, és egy nagyon nagy öröm, hogy az ember először énekelheti ezt színpadon, ezt a zenét, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, és nagyon várjuk. Mrs. Mann hangfailag és ének technikailag nehéz és komoly kihívást jelentő szerepét pedig a tehetségét eddig is számos zenés színházi produkcióban bizonyító Kecskés Tíme alakítja. Nagyon gyönyörű zenéket írtak a zeneszerzők, és ez az a különlegesség nekem benne, ez így alakult, hogy elég sok oktávot kell bejárni benne, elég mélyről, elég magasra kell énekelnem, de nagyon jó, mert nagyon indokolt, és nagyon jó hozzárak a figurához, én nagyon szeretem. Az előadás valódi különlegességét az adja, hogy a színház tovább folytatva az előző évadokban elindított családi előadások sorozatát dunaújvárosi gyerekekkel a főbb szerepekben mutatja be Twist Oliver történetét. A kasztingok során 20 városi és környékbeli ifjú tehetség került kiválasztásra. A fiatal művészekből többen szerepeltek már a színház előző évadokban bemutatott előadásaiban, de számos új tehetség is felbukkant a válogatások során. Köztük magát a címszerepet is alakító Budi Bese Botond, aki bár még soha nem játszott előtte semmilyen színházi darabban, tehetségével, muzikalitásával és szerénységével már a válogatás első fordulója során elnyerte az alkotói tím bizalmát. Láttam ki, hogy gondoltam, hogy az jó lesz, de inkább a szövegkönyvre és a rendezőre hagyatkoztam. A bemutató nem mindennapi színházi csemegének ígérkezik tehát, és remélhetőleg sokan a szívükbe zárják majd Twist Oliver történetét ebben az új magyar musical feldolgozásban. Országszerte tombol az influenza járvány, jelenleg 75 intézményben, köztük a Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban is látogatási tilalom van érvényben, visszavonásig. Január végét írunk, és országszerte tombol az influenza járvány, amely köztudottan közösségekben terjed leginkább. Dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos szerint azonban fontos különbséget tenni nátha és influenza között, ugyanis hajlamosak az emberek összekeverni a kettőt.
az influenza, amikor kezdődik, egy jóval elesettebb, súlyosabb állapotot látunk azért annál, aki sajnos ebbe a betegségbe beleesik. Magas láz jelentkezik végtagfájdalommal, hirtelen kezdődik a betegség. Magas láza van, végtagfájdalma, fáj a feje, fájnak az izületei, az izmai, és nem annyira jellemző ez a hurutos tünetcsoport, tehát ilyenkor még elmondható, hogy nem jellemző az, hogy gyakran kéne fújni az órát, náthás lenne. Torokfájdalom előfordul, és időnként azt látják is, hogy egy ilyen enyhén bevérzett piros torkot látnak a vizsgálók, de egyéb más megfogható tünet egyelőre nincsen. Nagyon jellemző ez az elesett és súlyos állapot az influenzánál. Intenzíven terjed az influenza az országban, az év harmadik hetében, január 14-e és 20-a között. Kétszer annyi, 38.200 beteg fordult orvoshoz panaszával, mint egy héttel korábban, közölte múlt szerdán a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Nagyon fontos a személyi higiénébe tartása, ezt mondani kell a gyerekeknek, a gyakori kézmosás, a pedagógusok részéről például a gyakori szellőztetés, tehát ugye zsúfoltan vannak viszonylag egy kisebb helyiségben, és nagyon fontos azért az egészséges életmód, tehát hogy mozogjanak eleget a gyerekek, egyenek vitamint, itt most tényleg elsősorban a természetes formájába gondoljuk a bevitelt, és hogyha esetleg valakin észleljük a betegséget, akár a családon belül, vagy az iskolában, akkor mindig azt javasoljuk, hogy az a gyermek, vagy az a felnőtt maradjon otthon, amennyire lehet, hát megoldható lakáson belül egy kicsit elkülöníteni, nem együtt lenni sokat a beteg gyermekkel. Amikor nagyon beteg egy kisgyermek, azért a többi gyermek ne látogassa. Tehát ezeknek a szabályoknak a betartásával azt gondolom, hogy azért lehet azért tenni, hogy ne essenek bele annyian a betegségbe. Az influenza járvány miatt már szinte minden kórházban korlátozzák a látogatást. Jelenleg 75 intézményben, köztük a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban és a megye több más ápolási intézetében is látogatási tilalom van érvényben visszavonásig. Szakszentmártoni otthonában indult meg a szülés egy nőnél. A helyszínre a dunavecsei és a dunaújvárosi mentőket riasztották, a körülmények úgy hozták, hogy ott is kellett levezényelni a szülést. A Bács-Kiskun megyei mentés irányításhoz január 25-én érkezett segélykérés, mely szerint egy 39. hetében járó várandós nőnél megindult a szülés. A szakszentmártoni helyszínre a dunavecsei és a dunaújvárosi mentőket is riasztották. Pénteken a hajnali órákban érkezett riasztás Szakszentmárton lakásról, hogy a dunavecsei mentőegység egy szülőnőhöz vonult ki, ahol viszont a téli időjárási viszonyok és a terhesség előre haladott állapota, illetve a szülés megindulása miatt segítséget kértek a dunaújvárosi mentőállomásról. A két megye bajtársai pár először találkoztak, tökéletes csapatként dolgoztak együtt, és végül egészséges kisfiút segítettek a világra. A helyszínre érkező kollégák látták azt, hogy valóban a dunavecsei mentőegység jól mérte föl ezt, hogy nincs teendő, tehát nincs lehetőség arra, hogy a szülőnőt már kórházba szállítsuk, ezért a lakáson történő szülésvezetés mellett kellett dönteni, amit ők valóban a protokollnak megfelelően előkészítettek, elkezdtek, és a dunaújvárosi esetkocsi már csak valóban az utolsó mozzanatra érkezett meg, amikor már az anyukát és a gyereket kellett egészséges állapotba ellátni. Reszegi Imre két dunaújvárosi kollégájával sietett akkor a helyszínre, köztük Nagy János gépkocsi vezető, aki segítséget nyújtott a szülés lebonyolításában, az anyuka és a baba ellátásában. Közel 4 éve dolgozom a dunaújvárosi mentőállomáson, ez volt a második szülés, amiben részt vettem. Hát mindenképp felemelő élmény volt számomra, mivel azért elég ritka esett mostanában, hogy vagy lakáson, vagy mentőautóba szülnek az emberek. Az édesanyját és az egészséges újszülöttet a helyszíni ellátás után a területileg illetékes kórházba szállították. Mint azt Reszegi Imre elmondta, régen gyakori esetnek számított az otthonszülés, de ma már ez nem jellemző. A mentőszolgálat alapfeladata egyébként ugye a szüléshez történő segítségnyújtás, és az elmúlt 10-15 évben egyébként ugye a kórházak és a szülésznőgyógyászok felvilágosítása miatt csökken a mentőautóval történő szülések, szülés miatt történő beszállítások száma. Itt most a körülmények, meg a téli időjárás úgy hozta, hogy lakáson kellett szülni. A kormány tavaly bejelentette, újabb 117 mentőautót állítanak szolgálatba, az azt megelőző évben pedig 193 új mentőautó beszerzéséről döntöttek. Reszegi Imre elmondta, néhány héten belül a dunaújvárosi mentőállomás is gazdagodni fog egy teljesen új rohamkocsival.
A végéhez közeledik azon projekt, amelyel a szociális intézmények felújítását, fejlesztését valósítják meg. A szakemberek jelenleg az Idősek Otthona Magyaróti telephelyén dolgoznak. Az önkormányzat 205 millió forint támogatást nyert el a városunkban működő szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére. Ez magába foglalja többek között az Egyesített Szociális Intézmény és Árpádházi Szent Erzsébet idősek otthonai esetében a Batsányi és a Magyaróti telephely felújítását. A szakemberek jelenleg ez utóbbi intézmény felújításán dolgoznak. Magyaróti telephelyünkön a teljes épület energetikai felújítása és egy kicsit a belső terek funkcionális átalakítása történik. A szakfeladataink itt maradnak, az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátásból a sima idősek nappali ellátása. A felújítással kapcsolatban, ugyanúgy, hogy a Batsányúti telephelyünkön teljesen megújul a konyha technológia. A Magyaróti telephelyen eddig az idősek és a demens betegek nappali ellátását biztosították. A felújítás után azonban átszervezik némileg az eddigi ellátási formát. A nappali ellátásunknak az egyik nagy fordulópontja az, hogy visszakerül a nappali demens betegek ellátása a városba, a felújított Batsányúti telephelyünkre, és itt lent az óvárosba kimondottan az idősek klubjára szeretnénk fókuszálni, ami azt jelenti, hogy azokat az idős, de még programokon szívesen résztvevő városlakókat várjuk itt lent a Magyarúton, akik szeretnének egy kis csoporthoz, egy jó kis közösség tartozni. Mint az Bölcskei Anna elmondta, olyan programokat szerveznek, amely érdekli és érinti az időseket, például egészségügyi szűrővizsgálatokat, tanácsadást, előadásokat. Új foglalkozásokat is bevezetnének, akár a számítógéppel való ismerkedést, de különféle önszerveződő csoportoknak is teret biztosítanak. A Magyaróti telephely felújításával körülbelül februárra elkészülnek a szakemberek, így márciusban birtokba vehetik az érintettek. Az elmúlt évben már csaknem 30 ezer család vette igénybe a családi otthonteremtési kedvezményt, így 2015-től már 95 ezer család otthonteremtését segítette az állam a CSOK részeként. Sok a tévhit a családi otthonteremtési kedvezmény ügyintézésével kapcsolatban. A bankok segítenek az ügyfélnek, de egyébként sem igényel sok utánajárást. Úgy mindent a kereskedelmi és hitelbank, ahol a kamatot vagy a hitelt felvettük, ők intéznek mindent, és igazából nagyon kevés dolog, amit kérnek, az egyetlen, ami, hogy ne legyünk bárlistásak, ne legyen tartozásunk, illetve nekem kellett a TB-től egy igazolást kikérnem, hogy nincsen TB tartozásom. Ennyi volt igazából az egész. Kulcsár Ádám még számára egyáltalán nem volt kérdés, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, hiszen a későbbiekben szeretnének családot alapítani. Ők a Perkátán vásárolt házukba fektették be az államtól kapott összeget. Magát a házat 7 millió forintért vásároltuk, illetve hogy ezt a megelőlegezett csokot igénybe vettük, így 2 gyereket kellett bevállalnunk, hogy 8 éven belül teljesítjük, és 1.430.000-et kaptunk így az államtól. Idén a családok még kedvezőbb feltételekkel vehetik igénybe a támogatást. 2019-ben a büdzséből 242 milliárd forint használható fel a CSOK-ra, mondta el egy korábbi sajtótájékoztatóján Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Hozzátette, ebben az évben a 3 gyereket nevelő családok már nem 10 millió, hanem 15 millió forintnyi kedvezményes kamatozású hitelt vehetnek igénybe, és a 2 gyermekes családok is 10 millió forintos hitelt használhatnak fel. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, anyagainkat bármikor megtekinthetik honlapunkon, a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!